tudjuk, hogy nem csak az épület van kész. Református hálaadással köszöntötték a megjelentek a Gárdonyi óvoda átadását. Tesszeri Zoltán, a térség országgyűlési képviselője elmondta, az óvoda megépítését az országos református óvodaépítési program segítette. Ebben a programban 35 milliárd forint felhasználásával épülhettek az egész ország területén új óvodák, vagy szépülhettek meg régiek. Mi büszkék lehetünk Pannonia szívében, mert nálunk 5 ilyen új intézmény épülhetett, most a negyediknek az átadóján vagyunk. A 741 millió forintból létrejött óvoda 4 csoportja mintegy 100 kisgyermek befogadására alkalmas. Az idejáró gyermekeket 3 kor szerint osztatlan csoport és egy vegyes csoport várja. Óriási a tér. Nagyon hálásak vagyunk Gárdony városának, hogy az önkormányzati óvodában helyet kaphattunk, de az egy kicsike hely, kisebb, sokkal kisebb csoportszobákkal, 62 gyermeknek tudtunk ott helyet adni. Hát, hogyha itt körülnéznek ebben az óvodában, itt ebben a hatalmas épületben 100 kisgyermeknek tudunk férőhelyet biztosítani. Úgyhogy a hely az, ami óriási most számunkra minden tekintetben. Nagyon régen vágytunk már arra, hogy legyen egy új óvodánk, és úgy alakult a helyzet, hogy egy nagyon erős, nagyon jól szervezett református egyház tudta ezt fölépíteni. Ez a mi óvodánk, Gárdonyi Református Egyházé, és nekünk ez egy óriási jelentőségű esemény, hisz 480 gyermek van Gárdonyban, és újabb 100-nak van férőhelye. A felnőttek mellett talán a gyermekek várták a legjobban, hogy megnyisson a megszépült óvoda, és birtokba vehessék az új szobákat, kipróbálhassák az új játékokat.